Hey, jó estét. Hi, good evening. Még egyszer. Again. És nézzük csak. Alex, tudtad, hogy te vagy az? Okay, Alex, jó. Did you know you were supposed to be the okay. One? Tegnap volt egy nagyszerű, nézzük, hol nagyszerű, várjál, azt mondja, hétfőn volt egy nagyszerű. So Monday. Nyílt nap, úgy hívják. We had an amazing open Kárisban, day in Káris. És nagyon áldott volt, hallottam. Jöttek egy páran szülők. Couple és of parents came. Készült egy kis film a Kárisról. And we had a little movie about Kárisz. Majd fel lesz a neten, majd so meg lehet nézni. It's going to be on the net and you can watch it. És mind kívánhatjuk, hogy bár oda jártunk volna. And all of us can wish we were able to go there. Tegnap nagyszerű volt, voltam nézzük csak az anyukákkal, a kisbabás anyukákkal voltam. Yesterday I spent some time with the mothers with little babies. Isten azt mondta nekem, egy nagyon konkrét témát mondott nekem, hogy a miről beszéljek. And God's shared a very specific topic that I should speak to them about. És azt mondta nekem, hogy beszéljek arról, hogy mit jelent anyának lenni. And God said I should speak to them what does it mean to be a mother. Gondoltam, hogy milyen jó, hogy ilyen képes egyedet választott ki erre. It's very good that he chose a very able person like I am. Mert annyit tudok arról, hogy mit jelent anyának lenni. Know so much about being a mother. De nagyon jó alkalom volt, tényleges. But it was a good time. Nagyon jó hozzászólások, jókat beszélgettünk, and we had good conversations. És többen emlegették Pásztor Dulónak az óráját. Many people mentioned Pastor Attis class. A hölgyek közül, hogy mekkora áldás, és how great of a blessing it is. És volt ott valaki, aki azt mondta, hogy bár több egyedülálló lány lenne ott, and, mert some of ladies said I wish more single people went there. Egyedülálló lányok. Girls. Okay. És mert azt mondja, az életüket menteni. Because meg. It could really save their life. De nézzük csak, mai nap. So let's see. Először is talán csak üdvözlő. Ben, all, did we greet you yet? Ben, did. Did we greet you yet? Ben. Yeah, okay, so szóval a testvérünk Amerikában, would you stand Ben for a moment? Ben, Amerikai. Yeah, pár hétre van csak velünk. He's here for a couple of weeks. Mellette a Romániából az ottani GGS-nek a vezető, Michael. The leader of GGS. Would you stand for a moment? Yeah, és Andrei, szintén Romániából, és Michael nyilván benne van a No Shave November mozgalomban. Michael obviously takes part in No Shave November okay, movement. Okay, nézzük csak. Holnap hálaadás van. Tomorrow is Thanksgiving. Holnap van az igazi nap. The real one. Nem az, amit vasárnap not csináltunk. The one we did on Sunday. Holnap van az igazi. Tomorrow is the real thing. Úgyhogy azt hiszem találtak egy elég nagy sütőt, amiben belefér egy egész pulyka, meg ilyenek. Found an oven big enough that fits a whole turkey. Ezért vannak itt többen amerikaiak. That's why a lot of Americans are here. Mert itt lehet igazi hálaadást ülni Magyarországon. This is where you can do the real Thanksgiving. Okay. Dinner. De nézzük csak. So let's see. All right, so tonight. Úgyhogy ma este. If you want to turn, please turn with me to Matthew 7. Máté 7-hez lapozni. And I heard this message from Pastor Scheller, and Pastor he made a Schellertől hallottam ezt az üzenetet. Short reference to this. És röviden említette ezt utalt. And it really stirred my heart. És nagyon felkavart a szívemet. He mentioned asking. Arról beszélt, hogy kérni, seeking, keresni, and knocking, és kopogtatni. And it really stirred my heart. És nagyon felkavart a szívemet. And I did talk about it already some. És beszéltem már egy picit erről. And then Pastor Jukka. És aztán Pastor Jukka had us talk about that on radio. A rádióban is erről beszélt ezen a héten. And I just really had it on my heart to share about this tonight. És nagyon a szívemen volt, hogy ezt osszam meg ma este. And so the first question is, az első kérdés az az, whom do you ask? Hogy kit kérdezel? Whom do you seek? Kit keresel? Whom do you knock for? És kinél kopogtatsz? And that's the foundation for our message. És ez az üzenetünknek az alapja. And let's just look at a few verses. Nézzünk meg egy pár verset. If you don't know Jesus personally, hogyha személyesen nem ismered Jézust, then this would be your foundation. Akkor ez lehetne az alapod. This is the most important thing in your life. Mert ez a legfontosabb dolog az életedben. And in Isaiah 28, és Ézsaiás 28-ban we read, azt olvassuk, that well, God is talking about Jesus. Hogy some Isten beszél Jézusról. Some 600-800 years before. 600-800 évvel korábban. And he is saying in és azt mondja,
In verse 16, 16. versben, therefore thus says the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, he that believes shall not make haste. Ezért így szól az én Istenem az Úr, íme Sionba egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki hisz, az nem fut el. And this is talking about Jesus. És ez Jézusról beszél. He is the foundation. Ő az alap. He is the foundation stone. Ő az alapkő. And you can build your life on him. És az életedet ő ráépítheted. And if you do, és hogyha ezt megteszed, you will not be driven. Akkor nem leszel űzött. But instead you will have a peace. Ehelyett békességed lesz. That only he can give. Olyan fajta, amit csak ő adhat. Paul refers back to this in 1 Corinthians 3:11. Pál 1 Korintus 3:11-ben visszautal erre. He says there is only one foundation. Mondja, hogy csak egy alap van, that's Jesus Christ. És ez Jézus Krisztus and build on that. És erre építkezz. And in the church, és a gyülekezetben, in Ephesians 2, Efézus 2-ben, we build and we are built on that foundation. Erre az alapra építünk, és ezen épülünk. In Ephesians 2, Efézus 2, let's see verse 20. 20. And we, 20. vers, in a sense, we are built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Mi az apostolok és proféták alapkövére épülünk, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus. In verse 22, in whom 22. vers, you also are built together for a habitation of God through the Spirit. Akiben ti is együtt épültök a Szellem által Isten hajlékává. And this is our foundation, és ez a mi alapunk, for the message, az üzenetünknek az alapja, és for az életünk church, alapja, a gyülekezetünk for alapja, families, for családjaink, a barátságaink, és az oktatásunk work, alapja, munkánk, for our relationships, contracts, a kapcsolataink our alapja, future, a jövőnk hope, alapja, a reményünk alapja. Really everything. Igazán mindennek ez az alapja, Jézus az alap, és amen? Ő ráépítünk. Amen. So when we talk about asking, úgyhogy amikor arról seeking, beszélünk, hogy keresni vagy kérni, and knocking, kopogtatni, we are talking about the Lord, akkor Jesus. Az Úrról beszélünk, az Úr Jézusról. So let's just pray, úgyhogy imádkozzunk for this message. Az üzenetért. Jesus, we pray, Jézus, imádkozunk, you speak to us, hogy te szólj hozzánk, your spirit, te szellemed által, really just touch our hearts, érints meg a szívünket, lead us, vezess bennünket, challenge us, hívj ki bennünket, encourage us, bátoríts bennünket, yes, God, as only you can, ahogy csak te tudsz. We pray that this would be personal, és kérünk, hogy hagyd legyen ez that személyes, you would touch our érints meg a szívünket, yes, God. Igen, just pray for the message, imádkozunk az üzenetért, hogy áldás legyen mindnyájunk számára. In Christ's name. Krisztus nevében. Amen. Amen. The verse is Matthew 7:7. Tehát a Máté 7:7 a vers. And Jesus says there. És azt mondja Jézus itt. Ask and it shall be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened unto you. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. And that is a great encouragement for us. És ez egy jó fajta bátorítás. But it is also számunkra, not just a repetition. Nem csak egy ismétlés. He is not just repeating the same thing three times. Ismételi ugyanazt a dolgot háromszor. But he is building on it. Hanem épít erre. And he is saying, és go beyond. Mondja, hogy menj túl, go further. Menj tovább. So first, úgyhogy először, asking, azt mondja, hogy kérj, ask and it shall be given kérj you. És adatik neked. And this is not a shameful thing. És ez nem egy szégyenteljes dolog. It is something nem szégyelni való. That ez olyas valami, amit tanulunk hívőkként. It's very important that we nagyon learn to fontos, ask. Nagyon fontos, hogy megtanuljunk kérni. If we don't, hogyha nem, then I will miss out on a lot of things. Ha nem tanulunk meg, akkor nagyon sok mindenről lemaradunk. In James 4, Jakab 4-ben, in verse 2, második vers, it says, azt mondja, you lost, hogy kívántok, you lust for things, kívántok, you kill for things, öltök dolgokért, you fight and war for things, és harcoltok dolgokért, and yet, és mégis, you do not have it, még sincs meg nektek, because you don't ask, azért, mert nem kértek, because you're not praying to God, mert nem imádkoztok Istenhez, you're willing to fight, hajlandók vagytok you're willing to try to take it from him, és megpróbálni elvenni, oh, yeah, az embertől. That's what I want. You know, igen, you're erre willing to fight for it, you know? És hajlandó vagyok harcolni is érte. He just did it also, or what? Oh.
Oh, you just, oh, they just did it too. Állandóan ezt csinálják. So you know, you're willing to szóval fight for it. Hajlandó vagy harcolni is érte. But you're not willing to ask it. De nem vagy hajlandó kérni. That's crazy. És ez hihetetlen, őrület. That's crazy. You know, why wouldn't you? Miért ne tennéd? But I can tell you why. De elmondom neked, hogy miért nem. It's the old sin nature. Azért, mert a régi bűnös our own nature. A saját természet. Doesn't want to ask. Nem akar kérni. Oh, doesn't want to submit. Nem akar alávetni. Nem akarja alávetni magát, és nem akar. I know how I can fix it. Majd én tudom, hogy hogy kell ezt megoldani. Tudom, hogy hogy kell összetartani. Tudom, hogy hogyan kell elbánni dolgokkal. Tudom, hogy hogy lehet valamit megkapni. Oh, maybe I'll have to kill for it. Lehet, hogy ölnöm kell érte. But I'll get it. De az enyém lesz, megkapom. And that's what it says. But still, és ezt mondja, you do it all. Mindezeket megteszitek, but you still don't have it. És még sincsenek meg ezek nektek. And there is the lust in your heart. És ott van ez a kívánság a szívetekben. You desire it. And yet you don't have it. És még sincs meg nektek. Why? Miért? Because Psalm 127. Azért, mert a 127. Zsoltárban. Unless the Lord builds the house. Ha csak nem az Úr építi a házat. You can work all you want. Annyit dolgozhatsz rajta, amennyit akarsz. You can fight for it all you want. You can kill for it all you want. You can war for it. You can do it all. Mindezeket and megteheted. It won't happen. És mégsem fog megtörténni. Asking. Az, hogy az ember kér és imádkozik. That's a great point in the believer's life. Az egy nagy dolog az and a hívő életében. And we as believers need to learn this. Meg kell tanuljuk ezt. We need to learn this. Meg kell tanulnunk ezt. There is a danger in it also. De van ebben egy veszély is. I think it was Robert Schuller who said azt that. Azt hiszem Robert Schuller mondta ezt. He wasn't exactly a deep Bible teacher. Nem volt egy mély bibliai tanító. He said if you ran out of all other options, hogyha már minden más opciót kimerítettél, you can still pray. Még mindig előfordulhat az, at hogy imádkozhatsz. At least I heard this. Legalábbis így hallottam. Maybe he didn't say. I don't know. I heard him. I heard this somewhere. Valahol he hallottam. Said that, and I thought to myself. Arra gondoltam. What a stupid idea. Milyen ostobaság már. You know, first. Először is. First fight for it. Küzd meg first érte. Kill for it. Először ölj érte. First have a deep lust in your és life. És legyen ilyen mély vágyakozás a szívedben. And then if you ran out of all other options. És aztán minden más lehetőséget kimerítettél then már. Then pray. Akkor imádkozz. I understand. Értem. That's my natural inclination also. Ez a természeti hozzáállásom nekem is. I mean that's the normal thing. Ez a normális first comes dolog. The natural, először a természeti and van, then comes és the utána spiritual. Jön a szellemi. It doesn't, you know, like it's not, it doesn't come automatically. Nem automatikusan jön. But we need to learn this. De meg kell tanulnunk. We need ezt. To learn this meg that this is more. Hogy ez többről szól. This is more. Többről szól. This is something else. Ez valami más. Asking kérni, with a desire to receive the answer. Kérni, és az a vágyam, in, hogy választ kapok in rá. Luke 20, Lukács. I think maybe I'm wrong. Yeah, I must be wrong. That's not the verse. Anyways, the Pharisees sent some emissaries to Jesus. Küldtek valami népeket Jézushoz. And they said it was John the Baptist. I'm mixed up. Yeah. Bocsánat, Keresztelő János. And they volt. Said, who are you? És azt are you the prophet? Ki vagy te? Te he vagy said, a proféta? No. Nem. Who are you then? Ki vagy te? Are akkor? You the no? Te are you vagy that? Ez no. Meg az nem. You know, like who are you then? Akkor ki vagy te? And they were asking. Kérdezték. But really, were they listening? De igazán odafigyeltek-e? And the answer is no. És a válasz az az, hogy and, nem. And about Jesus, yeah. És Jézus. So, Jézussal kapcsolatban. Lukács 22-ben. Ott van az ő próbatétele. It's his court trial. Kihallgatása. They are saying, so who are you? És azt mondják, azt kérdezik tőle, hogy te kicsoda vagy, és azt mondja, if I tell you I am God, ha azt mondom, if hogy I Isten tell you vagyok, I'm the Messiah, ha azt mondom, hogy a Messiás vagyok, you are not going to listen to akkor me. Nem fogtok you're not going to believe me. Nem is hisztek you're nekem. Not going to let me go. Nem fogtok elengedni. Why should I answer? Miért válaszolnék I remember first reading that. És emlékszem, amikor először olvastam I was like, ezt. Jesus, why didn't you just tell them? Arra gondoltam, hogy Jézus, miért nem mondtad egyszerűen meg that, neki? You know, that, yes, I am. Igen, én vagyok az. But they were asking without any interest in the answer, right? Azért, mert úgy kérdezték, hogy nem voltak kíváncsiak a válaszra egyáltalán. And that's God is saying, I'm not going to answer mondja, that. Hogy nem fogok erre válaszolni. I'm not going to answer that. Nem fogok válaszolni. I can have that kind of an attitude. És lehet nekem is egy ilyen fajta hozzáállásom in my prayer to az God, imában, right? Ahogy imádkozok Istenhez. It's easy to have it. Könnyű ez, könnyen előfordul. Three pastors talking about how they decide
Tudjátok, van három pásztor, aki beszélget arról, hogy hogyan döntsik el, hogy hova megy a felajánlás. One says, az egyik azt mondja, rajzolok egy nagy kört, I throw up the money, földobom az összes sustámat, what falls inside, ami belül esik, that's God's, what az Istenné, ami kívül, az az enyém. Second one says, I másik draw a circle, azt mondja, én is egy kört rajzolok, what falls outside is mine, ami and what falls kiesik, az az enyém, around, so. Mindegy fordítva, ahogy az előbb and mondtam. Then the third one, aztán a harmadik, I draw a circle, azt mondja, kört rajzolok, I throw up the money, földobom a suskát, and whatever stays up, it means God kept it. Fönn marad, azt jelenti, Isten megtartotta magának. So he can have that. Úgyhogy azt megtartatja. The rest is mine. A többi az enyém. But you know, we can have that kind of an de attitude about prayer. De lehet nekünk is egy ilyen fajta hozzáállásunk maybe az imában. It will work. Lehet, hogy működni is you know, it's fog. Kind of like it's kind of like a gambler. Kicsit olyan, mint a szerencsejáték. You know, that maybe it will work. Lehet, hogy működni I fog. I can have that kind of an attitude lehet in my ilyen prayer. Fajta hozzáállásom you know, az imában. Here are all my requests, itt vannak Lord, az összes kéréseim, Uram, az összes. And then I go. És akkor azt mondom, you know, and I hope és azt remélem, something stays up. Hogy valami ott marad fönt. Oh shucks. It all, I knew it would happen. Hát tudtam, hogy ez lesz. I knew that. That's tudtam, what's going to happen. This is going to come back down. Mindig le fognak you ezek know, esni. Let me try again. Okay, one jó, more van, time. Még egyszer you know, megpróbálom. Okay, so I'm going to try, you know. Ah, you know, that's it. Ennyi. And that's my attitude about és ez prayer. A fajta hozzáállásom az imába, hogy but kérek, but it's not an expecting asking, de nem várakozással kérek. But it's something else. Hanem ez valami más. Is, you know, like... you know, have you met a mother in a situation when she kind of lost her kid and didn't know where the kid was? Volt már olyan, hogy találkoztatok olyan anyukával, aki elveszítette a gyereket és nem tudta éppen beazonosítani, merre jár. For some reason thought that you had the answer. És valamilyen oknál fogva azt hitte, hogy te tudod erre a választ. It's an interesting experience. Ez egy érdekes megtapasztalás. It's kind of like in the Bible it speaks about the bear robbed of its whelps, you know. És a Biblia beszél erről, hogy mi van a... A medve, aminek elrabolták a kölykeit. You know, you don't want to stand in the way. Nem akarsz az útjába állni. It's just not a good idea. Ez csak nem egy jó ötlet. And this is what happens. És ez történik. In real prayer. Az igazi it's imában. Like, Lord, I need olyan, this. Hogy Uram, szükségem Lord, van erre. Válaszolj nekem. Lord, I want to go beyond. Tovább szeretnék menni. And this is the next part of this verse. És ez a következő része ennek a versnek. Seven, a hetedik vers. It says ask. Azt mondja, kérjetek, and you will and you will receive, you will be given, and then you seek, and you, mondja, and you will find. És találtok. Seek and you will find. Keressetek és találtok. This is going a step beyond. És ez egy lépéssel tovább menni. Asking is great. A kérni az rendben van, ezt meg kell tanulni. Nothing wrong with it. Nincs ezzel semmi hiba. But seeking, de a keresés. In John 1, János 1-ben, verse 38, these two disciples, ott van ez a két they came to Jesus, oda mentek Jézushoz, and they didn't just ask, és nem csak kértek, but when he turned to them and said, so, hanem amikor odafordult hozzájuk, és azt kérdezte, hogy mit kerestek, then they said, where do you live? Azt kérdezték tőle, hol laksz? They wanted to go. Akartak menni. They didn't just want an intellectual answer, nem csak egy ilyen intellektuális but választ akartak, hanem látni akarták a helyet magát. They wanted to check it out. És meg akarták nézni. They wanted to meet Jesus. És találkozni akartak kind Jézussal. Up close and personal. Személyesen és egészen közelről. And they did. És meg is it says történt. That Jesus azt said, come mondja, and see. Hogy Jézus azt mondta, hogy jöjjetek és lássátok meg. És hajlandók voltak elmenni. And that's seeking. És ez a keresés. I'm willing to do something about it. Hajlandó vagyok valamit tenni ezért. I'm willing to go beyond hajlandó what is, vagyok túlmenni you know, what is okay. Azon, ami csak úgy rendben van. Hajlandó vagyok nyomulni and utána. I'm willing to say, és hajlandó vagyok azt come mondani, on, give it to me. Gyerünk, Uram, add ezt nekem. Szükségem van rá. I'm gonna go after it. Utána megyek. And you know what? These disciples, és ezek a tanítványok, they said, we want to see where you live. Azt mondták, hogy látni akarjuk, hogy hol laksz. We seek where you live. És keresni akarjuk, hogy hol laksz. And they found something more. És aztán ennél sokkal they többet Jesus, találtak, mert megtalálták Jézust, az örömöt, fellowship. És a közösséget. And this is also with us. És velünk ugyanígy van. If we go beyond, hogyha tovább megyünk, this túlmegyünk, gambling ezen a szerencsejátékos hozzáálláson, kind of like ahol csak remélem, hogy majd valami történik fog. If I seek, hogyha keresek, and if I push for it, és hogyha nyomulok ezután, akkor sokkal többet találok. In Luke 15, Lukács 15-ben there are three seekings, ott van a három keresés, sheep, a
bárányok, a juh, the coin, aztán a drachma, and pénzérme, then the son, és aztán a fiú. And then the son. A fiú. There are a lot of coins. Nagyon sok pénzérme that van. I didn't seek after. Amit nem kerestem, aminek nem mentem utána, különösen itt Magyarországon. Because the inflation works that way. Mert az infláció az így működik. You're just not interested in a lot of coins anymore. A sok kis pénzérme nem annyira érdekel. But you know, but there is some worse news. De van ennél rosszabb hír. There are a lot of sheep that nobody goes after. Hogy van egy csomó olyan bárány, aki után senki nem megy. Sadly, many sons nobody goes after. Nagyon sok olyan fiú is, aki után senki nem megy. This is why the church is so important a place for us. És ezért van az, hogy nagyon fontos a gyülekezet. Because this is a place where we get encouraged in this. Ez a mi helyünk, ahol bátorodunk ebben. To find the things and the people that are lost. Hogy megtaláljuk azokat a dolgokat és azokat az embereket, akik elvesztek. This is where Jesus encourages us. És erre bátorít minket. That we would go after, hogy menjünk that utánuk, we would seek after, keressük őket, the sons, a fiúkat, and the sheep, és a bárányokat, and all that's lost, és mindazt, and that ami we would find the values, és hogy megtaláljuk az értékeket, and that we wouldn't lose things easily, és ne könnyen veszítsünk el you know, dolgokat. Like you, maybe you look at a seat, just lehet, look at a seat near you that's egy empty, székre, ami ott van melletted, üresen, and ask the question, és felteszed magadnak a kérdést, who could sit there, ki ülhetne ezen a and, széken, and maybe there is someone lost. Lehet, hogy valaki elveszett. You know, not in the sense of salvation maybe. Nem az üdvösség kérdésében they are talán, saved, mert lehet, they hogy got saved, they are megtért az ember hívő. But you know, they just withdrew. De egyszerűen csak visszahúzódott, és nincs ott, nem ül azon a széken. Miért? Because they found some other friends. Azért, mert talált valami más barátokat. And those friends encouraged them. És az a másik barát valami másik irányba bátorította az embert. És most már nem húzódik közel. And they don't follow this. És nem követi ezt, és elveszett ilyen értelemben. I just want to encourage you. És szeretnélek bátorítani benneteket, hogy legyél egy olyan ember, aki kereső. Az Urat keresd, but also his will, de keresd az ő akaratát és a szentek közösségét. Amikor Zsidók 10:25-ben erről beszél, you know, like find, you know, seek fellowship. Azt mondja, hogy keresd a közösséget. It's not a commandment to put a burden on you. Nem egy ilyen parancsolat azért, hogy terhet helyezzen ránk az Úr. It's kind of, you know, it's like a lifesaver. Hanem egy ilyen életmentő. It's like one of those things, you know, throw into the guy in the water that's dying, you know, that's drowning. Ez egy ilyen mentő, amit yeah, ugye like, bedobsz like, az embernek, aki fulldoklik. Keresd a közösséget, amikor egy Tesszalonikában azt mondja, hogy mindig örvendez, és szüntelenül imádkozz, akkor ez nem azért van, hogy ilyen terhek kerüljenek a válladra, but it is like a lifesaver for the drowning guy. Hanem egy életmentő ő annak, aki fulldoklik. For you. Neked. Rejoice always. Örülj mindenkor. Pray without imádkozz ceasing. Szüntelenül. Have this in your heart. És legyen be ez a szívedbe. És legyél egy olyan ember, don't aki keresi ezeket. Ne csak így fogadd el, hogy hát okay. Ez így van, ahogy van, és akkor ez így rendben van. But why is it that so many sons and sheep and coins nobody goes after? Miért van az, hogy olyan sok érme van, olyan sok bárány és olyan sok fiú, aki után nem megy senki? Because there is no heart for it. Azért, mert nincs szív az embereknek. Because erre. This takes a heart attitude. Azért, mert ehhez egy szívbeli hozzáállásra van szükség. Kell, hogy a szívemben azt mondjam. I need to impart a value. Kell, hogy ott legyen egy érték. I need to see a value. Kell lássam ennek that, az értékét. Son, annak a fiúnak. I need to see a value in kell, that brother. Kell, hogy lássak értéket abba a testvérbe. And I decide that. És én döntöm ezt el. I decide that. Én döntöm el. This is the heart attitude. Ez a szívbeli hozzáállás. It's a heart that sees the eternal value. Egy olyan fajta szív, ami látja az örökkévaló értéket. One that looks at eternal consequences. Egy olyan szív, ami keresi az örökkévaló végeredményeket. És Pastor Steven sokat beszélt nekünk erről. He said, have eternal azt mondta, thoughts, hogy legyenek örökkévaló gondolatai, eternal choices, örökkévaló döntései, eternal words, örökkévaló szavai, eternal confessions, örökkévaló megvallások, eternal relationships, örökkévaló kapcsolataid, eternal understanding, örökkévaló megértés. And then you will have also és akkor lesz eternal contentment.
örökkévaló megelégedettséged, és örökkévaló békességed és örömöd. And that is really our encouragement. És ez az a, mivel szeretnénk bátorítani benneteket. If I am someone who seeks, mert ha egy olyan ember vagyok, aki keresek, someone who seeks the Lord, aki keresi az Urat, who is willing to go somewhere, aki hajlandó elmenni valahova, aki hajlandó tenni dolgokat, kind of like you are here tonight, you came, thank you, you know, köszönöm. And I'm just really grateful for you. És nagyon hálás vagyok értetek. But that God has a blessing for us. És Isten áldást és szolgálatot tartogat számunkra, valami sokkal többet. Amikor megtalálták azt a drachmát, azt az elveszett juhot, amikor a fiú előkerült, akkor mi történt? You know, it wasn't just the coin, the sheep, nem csak egy drachma volt, egy juh vagy egy fiú, but also, hanem ugyanakkor there was joy with it, right? Öröm járt ezzel in each three együtt. Cases, mind a három esetben there was joy with it. Öröm járt they were rejoicing. Örvendeztek. They were rejoicing. Örvendeztek. Whereas before that coin in the pocket was just there, you know? Előtte az a pénzért, okay, csak ott figyelt no pockets, benne but, a you know. Zsebbe. Valószínűleg akkor nem voltak zsebben. But you know, like it was just there. Csak ott volt ez a pénzért. Or my son is here. Vagy a fiam itt van. That's just normal. Hát ez normális. But when he was dead and then he de amikor lived halott again, volt és utána ismét élt. Then there was joy in the akkor house. Öröm volt a házban. And one more thing, there was fellowship és még egy in the dolog, house. Közösség volt there a házban. Was fellowship in the house. Közösség volt they a found házban. Something more. Valami többet találtak. Than just getting back what they lost. Nem csak arról volt szó, hogy visszakaptak valamit, amit elveszítettek being korábban. A seeker, az, hogy az ember egy kereső, according to God's heart, Isten szíve szerint való and kereső. I think about this, és ezen gondolkodom. How many things happen in your life? Hogy hány olyan dolog történik az életedben? Just per chance, you know, just úgy véletlenül. Just by happen, you know, csak just úgy történik. It just happens. Csak úgy történik. I just went that way and I kind of. Hát éppen arra mentem. I was just going on my merry way and. Mentem itt boldogan. And then I just fell into the sin. És aztán úgy beleestem ebbe a bűnbe. You know, how many things I fall into simply because of carelessness. Hány olyan dolog van, amiben azért esek bele, mert nem törődöm vagyok. You know, this is why we say. Ezért mondjuk azt. Pastors, pásztoroknak. You know, don't get in a woman who is not your wife, is not close, you know, in a car, in a, you know, in a room alone. Hogy ne ülj be egy autóba, vagy ne legyél egy szobába olyan nővel, why? Aki nem a feleséged. Miért? Don't be careless. Ne legyél nem törődöm. Don't be careless. Ne legyél if nem you törődöm. Have a problem with alcohol, hogyha problémád van az alkohollal, akkor you. Van egy jó tanácsom don't keep számodra. Any in your house. Akkor ne tárolj alkoholt a házadban. Don't go into a bar. És ne menj be egy bárba don't go se. In, you know, don't go into one of those stores. És ne menjél ilyen fajta boltokba. Have a plan. Legyen terved el. And let me tell you something useful. És hadd mondjak valami hasznosat. Don't just live in like I'm not gonna go there. Ne csak úgy éldegél, és azt mondd, hogy hát nem megyek majd oda. But instead say this. Hanem ehelyett mondd ezt I'm magadnak. Seek God. Istent fogom keresni. Istent fogom because keresni. That's the recipe in the mert Bible. A Bibliában is ez a recept. You know, it doesn't say. Nem azt mondja. Don't fulfill the lusts of the flesh. Well, it does, hogy but ne vidd véghez a test kívánságét. Igazából ezt mondja. But it says like this de in Galatians 5:16. Galácia 5:16-ban azt mondja. Walk in the spirit. Hogy járj a szellemben. And then you will not fulfill the lusts of the flesh. És akkor nem fogod a test kívánságait végezni. Don't just say I'm not going to do that. I'm not going to do that. I'm not going to do that. But be a seeker of God. Keresd Istent. Say in your heart with zeal. God, I need you. Istenem, God, I need an answer. Szükségem God, van egy I want to find you. Meg akarlak just praying találni, in the word, és imádkoz az igében, you know, over your Bible, a Bibliát you're just reading fölött and you're olvasod, saying, God, speak és azt mondod, about Istenem, szólj hozzám ebben and, a témában. And when you're lonely and when és you amikor don't magányos find vagy, és nem találod őt, just going after him. Akkor menj és keresd őt. I often think gyakran gondolom azt, it can happen so easily. Hogy olyan könnyen előfordul. Don't you think? Nem gondoljátok just ti think is about ezt. It, you know, like, gondolj bele. Like it says, ahogy mondja is, there are two doors. Két ajtó van. There is one that's sort of a wide door. Van egy széles kapu. Yeah, there is one door that's like wide like this. Van egy those széles are the posts. Kapu. Ezek a két and I just go on my way and I live megyek, my life and I'm just living my life and it's just like, you know,
I fall in there. És beesek. It's the easiest thing ez in the world. Ez a legkönnyebb dolog, ami előfordulhat. It's the easiest thing in the world. Ez a legkönnyebb dolog, when ami előfordulhat. When I am not seeking the narrow one. Amikor nem a keskeny utat and keresem. And then I wonder, how did I get és here? És aztán azon tűnődöm, hogy hogyan szözbe kerültem ide. Well, it just happens naturally. Hát természetileg ez történik. Yes, it's true. Igen, igaz. But I have an answer for de all of us. Van egy válaszom mindnyájunk számára. There is the other door. Ott van a másik the ajtó. The narrow one. A szűk. One that I'm not going to just trip into. Amit nem csak úgy átbotorkálok. You know, but I have to kind of, oh gosh, you know, I kind of am in, you know. Magam, és aztán ott vagyok. But I'm not gonna just trip in there. De nem tudok csak úgy beesni ezen az ajtón. Véletlen nem fog előfordulni. But I have to be a seeker. Hanem keresőnek kell lennem. To find it. Hogy megtaláljam ezt az ajtót. You know how easily. Tudjátok milyen könnyű. A demonic doctrine. Sets root in a person's mind. Milyen könnyen gyökeret ver az ember elmébe egy démoni gondolat. In 1 Timothy 4:1. 1 Timóteus 4:1-ben és aztán tovább. It's the easiest thing. Ez a legkönnyebb dolog, és mindig megtörténik. Millions and billions of people. Sok millió emberrel. They just talk the same thing. Ugyanazokat a dolgokat mondják. And they never learned it. És soha nem tanulnak belőle. You know, they never read it. Nem olvasták sose korábban. But they have this in és their mégis hearts. Ott van a szívükben. Why? Miért? Because it's a demonic doctrine. Azért, mert ez egy démoni tan. And it's the wide door. It's the wide és ez igazából ez a széles and kapu. And you just kind of stumble into it. És csak úgy belebotlasz, beleesel. And don't be an idiot. És ne legyél idióta. And by the way, what I és said mellesleg, about pastors, amit a pásztorokról mondtam. You know, that's for pastors. Ez a pásztorokra we vonatkozik. We advise our leaders also to nyilván be careful. Nyilván a vezetőinknek is javasoljuk, hogy óvatosak legyenek. Ez a te your életed, decision. A te döntésed. Figyelj. If you're in love with someone, hogyha szerelmes vagy valakiben, then be more careful. Akkor legyél even óvatosabb. More careful than a pastor. Még annál is óvatosabb, mint egy pásztor. Egyszerűen ne helyezd magad don't ilyen helyre. Ne legyél idióta. Because you're gonna fall. Mert el fogsz bukni. Because if you're careless, mert hogyha nem törődöm vagy. Around and, wow, you know, and you're in. És egyszerűen csak beesel. And maybe, és az is előfordulhat, really hogy azt az embert kell elvenned, vagy ahhoz kell hozzámenned, akihez nem akartál. Or there is something worse happening, vagy ennél rosszabb dolgok is like történhetnek. A child, mondjuk megölni egy gyermeket, which never do. Amit soha ne tegyél. So what am I saying? Úgyhogy mit próbálok mondani? A seeker egy kereső ember God has a different life for the seeker. Olyan ember, akinek Isten másfajta életet készített. Okay, and we can have that life. És nekünk meg lehet ez a fajta életünk, hogyha hajlandóak vagyunk. We're just willing to up and go. Felállni és menni. When we're not finding things easy. Akkor is, amikor nem egyszerűek a dolgok. And just to close here. És befejezésül. So the third one. A harmadik dolog. Knock and it shall be opened unto you. Kopogtassatok és megnyitatik. Knock. Zörgessetek, kopogtass, a harmadik. Yeah, make a noise. Csinálj zaj. Don't just leave things as they are. És ne hagyd úgy a dolgokat, ahogy most vannak. There's an obstacle in the way. Van egy akadály útközben. And don't let it stop you. Ne engedd, hogy ez megállítson. But knock. Hanem zörgess. And knock on that door. Zörgess azon az ajtón. And ask for it to be opened. És kérd, hogy megnyitassék. Don't just accept things because. Ne csak úgy elfogadj dolgokat, azért mert könnyű elfogadni. It's easier to give up. Könnyebb feladni. It's easier to say, okay, fine, then I'm not interested. Hát jól van, akkor az nem érdekel. You know, some believers. Vannak olyan hívők. Stop. Akik megállnak a hitbeli járásukban. És ez they az oka. Megtérnek, and then hardships come. És aztán jön a nehézség. And then they say, oh, I would like my life easy. Ó, szeretném, hogyha könnyen menne az életem. Kényelmes. I mean, ki akar küszködni? If I wanted to fight, I would have joined the army, you know? Hogyha harcolni akarnék, akkor hadseregbe mennék. But I didn't, you know? De nem akartam harcolni. Give me comfort. Úgyhogy kényelmet adjál nekem meg, békességet. And give me all that. És ezeket mind, és Isten azt mondja, if I give you all that, hogyha ezeket mind odaadnám neked, you will never grow up. Akkor soha nem You will never be mature. Soha nem lennél érett. You will never have a character. Soha nem lenne jellemed. In Romans 5, Róma 5-ben, few verses, az első pár vers. It will never happen to you. Soha nem fordul, so nem történne ez meg neked. And it's úgyhogy a good ezt adom neked, és ez jó neked. In Genesis 18, 1 Mózes 18-ban, Abraham was bold. Abraham bátor volt. God was going to destroy the city of Sodom. Isten el akarta pusztítani Sodomának a városát. And then Abraham started bargaining. És aztán Abraham elkezdett
alkudozni Istennel. Which you know, like is normal in that part of the world even. Igazából mai napig is ez normálisnak számít azon a részen. So he says, how about if you're 50 righteous? Mi van, hogyha van 50 igaz ember? Okay. Isten azt mondja, na jó. I'll keep it if it, megtartom, ha van 50. He says, but what if 5 are missing? Azt mondja, mi van, hogyha 5 hiányzik? Okay, 45 jó and I'll leave them. Okay, 45, akkor se bántom őket. What about you know, just 40? Hogyha 40 ember. All right. Jól what van? About 30? Mi van, hogyha 30 20, igaz van? 20, 10. 10. And God says, okay, és Isten okay, azt mondja, okay, okay, okay. Why? Okay. Miért? What does this show us? Mi az, amiről beszél it says, ez? Azt mondja, don't stop, hogy ne állj meg. Just because csak azért, there is an obstacle in the way. Mert ott van egy akadály az don't útban. Stop. Ne állj meg. But you know what can happen? Tudjátok, mi az, ami történhet? Without finding Christ, we're so lonely and homeless in this world. Annyira magányosak vagyunk ebben a világban, hogyha nem találunk rá Krisztusra. And that's for you if you're not a believer. És hogyha te nem vagy hívő, you know, you need to find him. Meg kell találnod to find őt. A home, because with him you will find a home. Az otthont, mert amikor őt megtalálod, akkor otthonra találsz, de utána kell menned, keresned kell őt. De hívőként is. Also, let's go after him. Menjünk utána. Let's push after him. Nyomuljunk in utána, prayer, imában, the Bible, a Bibliában, közösségben. Seek him together. Keressük őt együtt. Because he wants to answer us. Azért, mert szeretne and Isten válaszolni he puts nekünk. The door there, és csak azért teszi oda az ajtót, to see if we're gonna say, hogy lássa, hogy kopogtatunk-e, és azt mondjuk-e, hogy Istenem, nyisd we're meg. Gonna say, all vagy right, azt mondjuk, ah, jó van. You're just making it impossible. Most már lehetetlenné teszed so ezt I'm az not egészet. Go this way. Úgyhogy erre nem megyek. How many good reasons are there to stop? Hány jó ok van arra, hogy megállj? An endless number of good reasons, végtelen I think. Számú, an nagyon endless jó number. Végtelen számú. You know, in a way, bizonyos módon oftentimes in the Bible, gyakran a Bibliában azt they, látjuk, hogy vannak emberek, akik nem is kéne, hogy kérjenek. But they are seeking also, de keresnek and they are is, knocking és also, zörgetnek. And they are not giving it up és easily. Nem adják fel könnyedén. There was that woman, ott volt ez az asszony. You know, she was asking for her, I think, daughter, azt her child, hiszem, a lányáért kérte Mark 7-ben az urat. She says, mondja, Lord, my uram, child, a gyermekem, you know, there is this demonic problem, démoni problémája and please van, heal. Kérlek, gyógyíts őt meg. Heal. Kérlek. And Jesus is refusing her. És Jézus visszautasítja őt. You're a dog and I don't give things to dogs. Vagy, I came to the kutyáknak nem járnak dolgok. I came to the Jews, you know. Én a zsidókhoz jöttem. You're a nobody. You're a Gentile. Senki vagy, egy pogány. And she's the wrong nationality. Ő egy rossz nemzetiségű okay? valaki. She's the wrong nationality. Rossz nemzetiség. Thinking how many people. És arra gondolok, hogy hány olyan ember van, aki nem követi Jézust. Hallottam ezt. In places in countries where olyan Islam országokban, ahol az iszlám ruling, uralkodik. And they said, I cannot és azt mondják, believe, hát én nem tudok hinni, I was born into Islam. Mert az iszlámba születtem bele, én nem tudok hinni, Azeri. Mert azeri vagyok. I can't believe in Jesus. Én nem tudok Jézusba hinni, mert türkmén vagyok, Irán vagyok. I cannot believe. Én nem tudok hinni. And a lot of people és nagyon sok don't ember go after Jesus azért nem megy Jézus után, they're the wrong nationality. Mert a rossz nemzetiségből való, és ez előfordulhat. You could have this with you. Előfordulhat veled is, maybe. Nem tudom, lehet. In John 4, János 4-ben, 9. vers, she was a woman, asszony volt, so he was not supposed to talk to her. Úgyhogy Jézusnak nem is lett volna she szabad beszélni, gender, you know? Mert rossz volt a neme. You know, and this can happen. És ez is előfordulhat, hogy hívő vagy in the church, a gyülekezetben, you can say, és azt mondod, oh, I'm the wrong gender, you know? Hát nekem nem jó a nemem. But really, you know, really, tényleg, like, is that a good reason ez to egy jó ok arra, hogy megállj. In Galatians 3, Galácia 3-ban, the end of the chapter, fejezet végén, says, no azt male, mondja, no hogy nincs férfi, no nincs free, nő, no, no nincs free, szabad, no nincs rabszolga, no Gentile, no nincs Jew. Pogány, that's not the nincs zsidó. Nem ez a lényeg. Don't use those excuses. Ne használd don't ezeket a kifogásokat. Up. Ne hozd őket fel. Oh, let me give one more. Hadd mondjak még egyet, ami jó. David sinned. Dávid vétkezett. Grievous sin. És még hozzá nem is akárhogyan. In 2 Samuel 12, 2 Samuel 12-ben his child is dying for sin. A gyermeke meghal a bűne miatt. And you know what? És tudjátok mit? So many times, olyan sokszor előfordul, hogy a bűntudat stops me from asking, megállít engem seeking, abban, hogy keressek, kérjek me, és kopogtassak. Megállít. Ne engedd, it's hogy megállítson. Ez egy jó not to go to God, nem oda menni Istenhez, mert rábuktam. It's a great reason. Ez egy jó it's a lousy reason.
de igazán egy rossz szó. Ez borzasztó. There is no good reason. Nincs jó not to ask, not arra, to hogy knock, ne kérj, ne keress, no és ne zörgess. Nincs erre jó. It, you know, like, ne is mondd ezt, ne mondd ezt nekem. But it's so easy de olyan to live könnyű like that, így élni, to stop loving in a marriage, hogy nem szeretsz többé a házasságba, hogyha nem, to stop believing, nem szolgálsz többet, hogyha nem hiszel, hogyha nem dolgozol, nem építesz. Annyira könnyű megállni. Azért, mert jó okok vannak erre. Ne tedd. Ne találd meg ezeket. És ezzel szeretném befejezni. Az utolsó hozzászólás. We ask. Kérünk. We seek. Keressünk. We knock. Zörgetünk. In all this, és ezekben mind we're people under authority. Olyan emberek vagyunk, akik tekintély alatt vagyunk. Okay, that's an interesting comment. Tehát ez egy érdekes hozzászólás, hozzáfűzés. Isten nem azt mondja, wrangle it out of my hand, hogy erőszakolj ki a kezemből, és valahogy vegyél rá, hogy odaadjam neked, you know, ezt. Knock down the door. És döntsd le az ajtót. He doesn't say rúgd that. Be az ajtót. Nem mondja he ezt. Says, ask, azt mondja, kérj. Seek. Keres, knock, szörges, which means, ami azt jelenti, I'm depending on an answer. Hogy a választól függök, ezek mindezt jelentik, hogy egy olyan ember vagyok, aki tekintély alá rendelt, nem tudom létrehozni a választ. Igen, hitben kérem, és buzgó vagyok e felől, de Istennek kell válaszolnia. És azt mondta Jézus erről a katonáról Máté 8:9-ben. Jézus lenyűgözte, mert a férfi értette, he was under authority. Hogy ő maga is tekintély alatt and, volt. And usually when you go, the higher you go, the less you remember that you're under authority. S általában minél magasabb a rangod, annál kevésbé emlékezzel arra, hogy te magad is tekintély alatt but vagy. But he was in a place, de ő egy olyan helyen volt, ahol tisztában volt ezzel, hogy ő tekintély alatt van, és nekünk is emlékeznünk kell erre. That's the place. This is why our nature doesn't like it. Ezért van az, hogy a természetünk ezt nem szereti. We don't like asking. Nem szeretünk kérni. Only kind of like this. Csak ilyen fajta. You know, kind of like a last resort. Ez az utolsó opció. You know, okay, I'm gonna ask. Hát so jó van, kérek, most akkor meglátom, okay, hogy megtörténik. So hát nem történik fine. Meg. Persze. You know, in a way. In a way, this is not easy. Bizonyos módon ez nem könnyű. It's not light. És nem könnyed. But it is. De aztán mégis az Máté 11:30. We find azt találjuk. That sort of inexplicably when you become megmagyarázhatatlan kicsit, hogy amikor egy keresővé és egy kérővé válsz. Your life changes. Akkor az életed megváltozik. Your heart changes. A szíved megváltozik. Your joy changes. Az örömöd megváltozik. Why? Miért? Because you're walking in Jesus's footsteps. Azért, mert Jézus nyomdokaiban lépkedsz. And you're learning to think with him. És tanulsz ővele gondolkodni. And he's imparting his heart to you. És ő megosztja veled az ő szívét. And he's saying, look, és azt mondja, figyelj, look at that person. Figyeld, nézd meg azt az embert. Why, Lord? Uram, miért? So that you would ask for them. Azért, hogy kérj, so that you would seek me for them. Hogy keress so engem az emberért, hogy zörges look at that az emberért. Nézd meg azt a helyzetet. Look at that country. Nézd meg azt az országot. Look at the need for revival. Nézd meg a szükséget az ébredésre. Nézd egy look lélekre. At the Bible school. Nézd a Biblia iskolára. Nézd meg az iskoláinkat, a GGS-t, a Káriszt. Nézd meg a gyülekezetünket. Nézd meg ezeket a székeket. Az üres székeket. És nézd meg azokat a székeket is, amikben ülnek. És legyen ez a szívedben. És Jézus azt mondja, na most már kezded kapizsgálni. És ez egy másik fajta élet, amit tartogatok neked. Amen. Lord, we thank you. Uram, köszönjük. We worship you. Imádunk we téged. Praise you. Dicsérünk téged. And we just lift up to you. És felemeljük really hozzád our hearts. A szívünket. We need you to minister to us. Szükségünk van arra, hogy szolgálj felé. Teach us hogy taníts bennünket. How to be people that ask. Hogy hogyan legyünk olyan emberek, akik kérnek. With a loving zeal. Egy szerető, buzgó módon.
Lord, we want to learn, we need you to teach us. Uram, szükségünk van arra, hogy taníts. How to be seekers. Hogy hogyan legyünk keresők. People who don't just accept things, olyan but emberek, akik nem csak úgy elfogadnak dolgokat, hanem utána mennek a te akaratodnak. Lord, how to be knockers. Uram, hogyan legyünk olyan emberek, akik teach kopogtatnak. Taníts bennünket people erre. Who don't stop, olyan emberek, akik first, nem állnak first meg sign of trouble, az első bajnál. But that we go after, hanem utána and we megyünk, keep knocking, és szörgetünk and we don't just folyamatosan, give up. És nem csak úgy feladjuk, hanem keressünk. Kind of like the bride ugyanúgy, ahogy énekek énekében, mennyasszony. Lord, we want to find you. Uram, szeretnénk megtalálni. Teach us. Kell, hogy megtaláljunk. If you're not téged, a believer in Jesus Christ, hogyha nem vagy hívő Jézus Krisztusban, I'm sure there are a lot of things that are not very obvious for you, very biztos clear. Biztos vagyok benne, hogy van egy csomó olyan dolog, ami nem nyilvánvaló számodra. But nem I want to encourage you. De szeretnélek bátorítani. Higgy Jézusba. Ez az első trust lépésed. Bízz benne. Bízz rá az életedet. Him, csak mondd azt neki, life. Jézus, gyere be az életembe. Válts I meg engem. You. Szükségem van rád. If you want to do that, hogyha szeretnéd ezt megtenni, just pray with me. Imádkozz velem, mondd azt a szívedben, vagy akár itt vagy, akár az interneten nézel, mondd ezt a szívedben, Jézus, I need you. Szükségem van rá, I want to know you. Szeretnélek megismerni. Jesus, please. Jézus, kérlek, come into my life. Gyere az életembe, be my savior. Legyél az én megváltóm. God, I need you in my life. Istenem, szükségem van arra, hogy itt legyél az életemben. Jesus, save me. Jézus, válts I meg engem, you. Bízok te benned, I believe you. Hiszek neked. I give you my life. És neked adom az életemet. I pray that you give me a new one. És imádkozom azért, hogy te meg egy újat adjál nekem. Give me a brand new beginning. Adj egy vadonatúj kezdetet. Jesus, I want Jézus, to get to know you. Szeretnélek megismerni téged. This is the first time you're saying that. Ez az első alkalom, hogy ezt mondod őneki. And as the church is praying, ahogy a gyülekezet imádkozik. Please just raise your hand for a second so kérlek, I can egy rejoice pillanatra with you, emeld fel a kezedet, hogy veled együtt örvendezhessek, aztán leteheted. Like to give you a little package. Szeretnénk adni neked egy kis csomagot, that will help you in the way. Ami segít neked az úton. If you made that decision, hogyha meghoztad ezt a döntést, please raise your hand. Kérlek, emeld fel egy pillanatra a kezed, és aztán leteheted. If you're watching on the net, és hogyha az interneten nézed, küldj nekünk egy e-mailt, és hadd örüljünk vele. Van itt valaki ma este? All right. Rendben. Amen. Amen. Okay, we have a prayer request from India. Van Indiából egy ima kérésünk. Pastor Carl. Pastor Carl Silva. And do we have that photo? Yeah, that's on the left. Igen. Yeah, so that's Pastor Carl. Pastor Carl. Beloved friend and drága barátunk, great brother. És csodálatos and, testvér. And he has a nerve, és a degenerative nerve problem. Izom baja. I don't know. I think it's a nerve thing. Ideg. Bocsánat. Yeah, let's just pray for him. Imádkozzunk, kérlek, álljatok fel. And let's just seek God for him. És keressük Istent ő érte. And what they asked for, és igazából amit kértek, teljesen meggyógyuljanak az izmai és az idegei. And that his voice would return to normal. Aztán, hogy a hangja visszatérjen. He would have strength. Aztán, hogy legyen ereje. That there would be just protection for him as he preaches, és legyen tényleg védelme, ahogy prédikál, és ahogy vezeti a gyülekezetet. Also for strength for his wife, és a feleségének is, Susannak erőért. Yeah, so let's just close the service. Úgyhogy akkor fejezzük be úgy az Isten tiszteletet, okay? Hogy velük imádkozunk, jó? So let's just pray for them. Úgyhogy imádkozunk értük. Pastor Carl and Sue. Pastor Carl és Sue. And after that, we will close. Befejezzük. We're gonna go to a baptism. Elmegyünk a bemerítkezésre. There is that nearby pool. Itt van ez a közeli úszóda, úgyhogy kérlek, and gyertek. Witness. How many of you will be baptized? Hányan fogtok bemerítkezni? Please raise your hand. That's great. That's awesome. Nagyon I'm so jó, happy szuper. About that. It's nagyon gonna örülök. Be a great time. Nagyon jó lesz. And please come and witness úgyhogy this. Kérlek, gyertek és nézzük együtt. It's worth going to bed an hour later, really. És jó, megéri egy órával később lefeküdni. And you can find maps in the back on és the tables. És hátul találtok térképet. So let's just do it like this. Úgyhogy csináljuk a következőképpen. Just keep that photo up there. Hagyjuk fönt a and fotót. And just take your neighbor. És vedd a fogd a szomszédodat, really és them. Tényleg imádkozzatok érte. Ask God, értük, God and keressünk, for them kérjünk and let's ask, és szörgessünk. That's gonna be the end of jó, our és akkor ez tonight. Lesz az Isten tiszteletnek so a vége. Köszönöm nagyon.